Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, a TV Ajka híradóját látják április 10-én hétfőn. Nézzük a legfontosabb híreket röviden. Megújulnak a Veszprém megyei utak. Ex Libris kiállítás nyílt a múzeumban. Kerékpárokat regisztrált a rendőrség. Mintegy 7,5 milliárd forintot fordítanak a Veszprém megyei utak fejlesztésére. Az összegből közel 70 kilométernyi útszakasz újulhat meg, közölte március 28-i veszprémi sajtótájékoztatóján a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Kovács Zoltán Veszprém megyei fejlesztési biztos elmondta, hogy a terület fejlesztési operatív program pályázatából származó 2 milliárd 870 millió forintból 24,6 kilométernyi útszakaszt újítanak meg. A hazai forrásból származó 4 milliárd 640 millió forintból pedig 45 kilométernyi útszakasz újul meg. A munkálatok várhatóan nyáron megkezdődnek, és őszre a fejlesztések meg is valósulnak. Felújítják többek közt az Ajka-Pápa közti út noszlopi szakaszát és a Devecser-Pápa közti utat. Megújul a Szentkirály szabadja Balaton-Almádi és a Lovas-Balatonfüred közti út, felújítják a korábbi fejlesztések során elmaradt Bakony-Szentkirályi út egy szakaszát, valamint a Nagyimód-Dálka közötti szakaszt. Megújul a Cseszneki és az Olaszfalui bekötő út is, sorolta a megyei fejlesztési biztos. Kovács Zoltán beszélt arról is, hogy jelentős előrelépést, gyorsabb, biztonságosabb közlekedést eredményez majd a Balaton akaratja, Balaton Fűzfői útszakasz tervezett összekötése az autópályával. A magyar költészetet ünnepelte a pénteken megnyílt kiállításával a Kis Grafika Barátok köre a Városi Múzeumban. A tárlatnak a Képversek, verses képek címet adták, mivel olyan exlibriszeket mutatnak be, amelyek a líra édes testvérei. Együtt élnek a versekkel. Nem csak azért, mert illusztrációk, hanem mert közös vonásaik vannak, mondta a megnyitójában a kör egyik tagja, Padné Szabó Mária középiskolai tanár. Ezen a kiállításon a magyar irodalom és kis grafika kapcsolatát mutatjuk be költészetünk gyermekkorától napjainkig. A tablókon időrendben láthatják az ómagyar Mária síralomtól a reneszánsz, a barokk, a nyelvújításkori, a rokokó, a romantika, a realizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, avantgárd irodalmon át napjaink költészetéig ívelő művészetekhez készült kis grafikákat. Úgy válogattuk az alkotásokat, hogy változatos tablókat láthassanak. Vannak Petőfi versekre készült részkarcok, hazafias versek illusztrációi, költőportrék, szöveges, vagyis idézetekkel kiegészített grafikák, mappák, de még könnyed, játékos exlibriszek is. A költőportrék között most kiemelt szerepet kap Arany János, az egyik legnagyobb aktív szókincsen rendelkező költőnk azért, mert születésének 200. évfordulóján tisztelettel emlékezünk rá. Kiemelt figyelmet érdemel egy 1898-ból való grafikákkal illusztrált aranykötet itt a legelső tárolóban. A grafikák technikája, színvilága, mérete, kifinomultsága is különböző, de a maga nemében mindegyik gyönyörű, mert kifejező, megértést segítő és lélekemelő. Az a csodálatos, hogy a kettős művészi élményt tudja nyújtani valamennyi kiállított darab. A grafika látványa önmagáért beszél, de ha becsukjuk a szemünket, magunk előtt láthatjuk a költőt is, amint papír fölé hajolva alkot, vagy éppen ihletet gyűjt. A mannyíló kiállításon néhány ritkaságot is láthatnak. Haikukhoz készült exlibriszeket. A haiku a japán költészet egyik jellegzetes versformája. Rendkívül hangsúlyos, szigorú, alakilag kötött verselés, mert háromsoros, 17 szótagból álló hangsúlyos költemény. Igen erős zeneiség jellemzi, az 5-7-5 szótagszámú sorok adta szimmetrikus forma ritmusa, valamint a magán és máshallhangzók szabályos váltakozása miatt. Egyik kiváló japán művelője ezt írta közel 400 évvel ezelőtt. A harang egyhangú kongása után fülünkbe még hosszan zúg ez a hang.
Ugyanígy a vers elolvasása után is valamilyen hangnak még tovább kell visszhangoznia az olvasóban. Nos, ez a visszhang válik ex libris a grafikusok kezenyomán. Önök ma két hölgy, dr. Boros Edit tanárnő és Krajcsi Tíme a haikuihoz készülő könyvjeiket is láthatnak az utolsó tablókon. Remélem, hogy a kiállított lapok élményekkel ajándékozzák meg önöket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A jelenlévők gyertyagyújtással emlékeztek meg a Kis Grafika Barátok Köre egyik nemrégiben elhunyt tagjáról, Kunderman Jenőről. Énekével és gitárjátékával közreműködött a kiállítás megnyitón Papp Ferenc. A tárlaton látható alkotások dr. Boros Edit, Fülöp Irén, Krajcsi Tiborné, Kunderman Jenő, Padné Szabó Mária és Radó Andrásné gyűjteményéből származnak. Technikájukat tekintve vannak közöttük rézmetszetek, rézkarcok, linómetszetek, a japán lapok pedig több rétegű fametszetek. A kiállítás egyik alkotója, Baranyai Ferenc a saját ihletésű kis grafikai munkái mellett megrendelésre is készít exlibriszeket. A kiállításon látható egyik exlibriszt a budapesti Széchenyi Könyvtár rendelte meg tőle. Erről az alkotásról egy értekezés is készült, melyben azt fejtegették, hogyan lehet egy versre olyan exlibriszt alkotni, ami teli találat. Egy szerelmes versről szól a dolog, és négy soros. És őszi táj az a címe. És ebben a szerelmes pártól az elmúlásig ebben minden bent van. Ez a dolog azért nehéz, mert itt nem lehet tévedni. Itt annyira élesen meg kell valamit dolgozni. Itt ilyen plusz vonalak, ilyen akármik nem lehetnek. Baranyai Ferenc eddig mintegy 25 exlibriszt készített megrendelésre. Elmondta, hogy nem csak az alkotási folyamat időigényes, hanem az elkészült lapok sokszorosítása is. Macerás, mert van, akik színes lapokat készítünk, akkor azokat meg kell a vonalakat színezni, nagyon finoman, és akkor ugye áztatott papírra kell nyomtatást csinálni, és ebből, hogyha egy 40 darabot vagy 30-at le kell húzni, akkor nagyon oda kell figyelni ugye a festékezésre, hogy azért nagyon nagy különbség ne legyen. A Kis Grafika Barátok Köre nem csak Ajkán állítja ki gyűjteményét. Nemrég, szintén a költészet napja alkalmából, Papkeszin nyílt egy tárlat Kapolcsi Kovács Csaba és Baranyai Ferenc anyagából. Magyarországon több mint 10 000 kerékpárt lopnak el évente, nagy részük azonosíthatatlan, ezért sosem kerül meg. Néhány esetben pedig a tulajdonos megtalálása okoz gondot. Ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére szolgál az országos Bike Safe program, amelynek célja a teljes körű kerékpár regisztráció. A program keretében az Ajkai Rendőrkapitányság munkatársai pénteken a Szabadidőközpont József Attila utcai épületének udvarán regisztrálták az odavitt kerékpárokat. Hazánkban eddig a kerékpároknak semmilyen nyilvántartása nem volt. Sok esetben a rendőrség még most sem tudja, hogy a megkerült kerékpároknak ki a gazdája, így nincs kinek visszaadni azokat. A Bike Safe programot idén tavasszal indította a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Fejér megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. Aki a program keretében regisztrálja a kerékpárját az adatbázisba, annak nagyobb az esélye, hogy az ellopott kétkerekűje visszakerülhet a tulajdonába. Bármilyen kerékpár részvétel regisztráción nincs kikötve. Az a fontos, hogy a tulajdonosa azért hozzon róla valamilyen számát, ha tud, vagy adatokat tudjon róla mondani, és akkor tudjuk regisztrálni, és ezzel bent lesz egy rendszerbe, hogyha mégis eldropnák a bicikliét, vagy elveszne, akkor könnyebben meg tudja találni. Minden kerékpárnak van alvásszáma, és az alapján meg van egy típusszáma is, és ezek a jelek, amik rajta vannak, ami a maga a márkáját jelzi, ezek mind olyan azonosítások, ami alapján meg lehet találni azt a kerékpárt. A mai nap folyamán hány kerékpárt regisztráltak itt az iskola udvarán? Hát a mai nap, mivel az időjárás nem valami jó, tehát esik az eső egy kicsit borús, ezért elég kevesen jöttek el. 5 kerékpár volt itt, de reméljük, hogy még jönnek, hiszen még itt vagyunk, és folyamatosan lehet regisztrálni, akár mikor, hogyha rendőrségre szólnak, hogy ők szeretnék, akkor időpontot adunk, és tudjuk ezt regisztrálni, ezt a kerékpárt. Sőt, munkahelyekre is ki tudunk menni, azokra a munkahelyekre, ahol biciklivel, kerékpárral járnak a dolgozók, hogyha munkahely igényli, akkor oda is ki tudunk menni, és ott is tudjuk regisztrálni ezeket a kerékpárokat.
A regisztráció során lefényképezik a kerékpárt, a tulajdonos hologramos matricát, valamint igazoló kártyát is kap. Azzal, hogy nyilvántartásba veszik a biciklit, igazolni tudják, hogy a regisztrációkor a kerékpár az adott személy birtokában volt, a regisztrációhoz feltöltött dokumentumokkal, számlával, blokkal, adásvételi szerződéssel, pedig a tulajdonjogot is alá tudják támasztani. A regisztrációhoz szükséges a vászszám megtisztítása, a kerékpár bizonylatai, illetve a tulajdonos személyi igazolványa és lakcímkártyája. Belső nagy takarítás címmel szervezett háromnapos bőti programsorozatot az Ajkai Evangélikus Egyház a reformáció 500. évfordulójának alkalmából. A rendezvénysorozat április 6-án zenés áhítattal zárult. Az eseményen a forrásnői kar és az Ajkai Evangélikus Gyülekezet zenélő tagjai is közreműködtek. A fellépők zeneművek széles skáláját adták elő az evangélikus templomban megrendezett programon. A forrásnői kart a gyülekezeti tagokból verbuválódott zenekar kísérte. Elhangzottak továbbá olyan dalok is, amelyek az evangélikus egyház énekkincsét képezik, ezeket közösen énekelték a résztvevők. Az ajkai evangélikusok számára a bőti időszakot követően is szerveznek programokat. Május 5-én és 25-én lesz még kettő programunk, mégpedig lesz Krisztus a művészetekben, a Krisztus szenvedés történet egész pontosan a művészetekben, és utána pedig május 25-én lesz egy beszélgetésünk, egy fórum beszélgetésünk, ahol a tíz parancsolatról fogunk beszélgetni jogi és teológiai szemmel. Idén a reformációnak 500. évfordulója van, ami egy nagyon kerek évforduló, hogyha úgy tetszik, nem is nagyon van kerekebb talán, és ezért ősszel főleg, ami a reformációnak az időszaka, hiszen október 31-e reformáció ünnep, ennek környékén is tervezünk még majd egy programsorozatot, ami mindenki számára nyitvál, hogy megismerjük azokat az értékeket, amelyek 500 év óta a világban vannak a reformáció által. Hogyan lehet felkészülni igazán a húsvét ünnepére? Sehogy nem lehet fölkészülni a húsvét ünnepére. Nyitottnak kell lenni az üzenet felé, nyitottnak kell lenni az Isten felé, nyitottnak kell lenni Isten szent lelke felé, és akkor ő fölkészít bennünket. Mi csak teret adunk ennek. Múlt csütörtökön délután zajlott a nagycsoportos Ovi Sportfesztivál döntője a Városi Sportcsarnokban. A rendezvényt az Ajka Városi Óvoda és a Sportváros Kft. Munkatársai szervezték a gyerekeknek, akik nagyon lelkesen teljesítették a játékos feladatokat. A Sportváros Nonprofit Kft. Vezetése tavaly gondolta úgy, hogy megszólítjuk azokat az óvodásokat, akik nagycsoportosok, illetve középső korcsoportosok, és tavaly rendeztük az első Ovi Sportfesztiválunkat nagy sikerrel, úgyhogy idén ezt megismételtük, idén bevontuk a vidéki óvodákat is, három vidéki óvoda, Halimba, Nyirád és Urkuttal egészültek ki a városi óvodák, úgyhogy így összességében a középsős és a nagycsoportosoknál 21 óvodás csoport 10-12 gyerekkel vett részt a rendezvényen, tehát körülbelül 250 kis óvist tudtunk megmozgatni. Volt egy középdöntő része a dolognak, amikor a 7 középsős korcsoportból 4-en jutottak be a döntőbe, 4 csapat, a nagycsoportosoknál pedig 14 csapatból 7-en vettek részt a mai döntőn. Aki itt volt, az láthatta, hogy ezek az óvisok is nagyon komolyan készültek erre a versenyre, edzéseket tartottak, és mindenki elégedetten tudott távozni szerintem. Ki állította össze a feladatokat? Mivel egy speciális dologról van szó, ezért Bartáné Kata volt az óvoda összekötőnk, és ő volt az, aki ezeket a feladatokat a többi óvonő közreműködésével összeállította, úgyhogy amiket ezek a gyerekek korcsoportjának megfelelően vér tudnak hajtani, körülbelül azokat a feladatokat tudtuk velük itt végeztetni. Szerencsére baleset nélkül zajlott le az esemény, úgyhogy ebből is látszik, hogy a koroknak megfelelő feladatokat végeztek. A gyerekeknek a korábbi fordulókban már volt alkalmuk tapasztalatokra szerteni a feladatok megoldásában, sőt a csapatok az óvónők segítségével gyakorolni is tudták azokat. Habár a szervezők jegyezték a helyezetteket, a sportfesztivál minden résztvevője egyforma díjazásban részesült. Valamennyi kisgyerek kapott a középdöntőben, illetve a döntőben is természetesen másfajta érmet.
aranyérmet mindenki, csokit kaptak, és a Sportváros Nonprofit Kft. Jóvoltából egy 20 000 forintos sportcsomót kapott minden óvodaegység, illetve Szabó Miklós egyéni vállalkozó jóvoltából valamennyi résztvevő óvodában egy délutánt a gyerekek az ő általa felállított légvárásban tölthet. Még itt a végén megleptük a gyereket egy cukorágyúval, amikor mindenki szabadon garázlálkozott a cukrok között. Kedves nézőink, a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket, következzen programajánlónk. Április 12-én szerdán 16 órakor húsvéti alkotó foglalkozás lesz felnőtteknek a Művelődési Központ klubtermében. Április 13-án csütörtökön 10 órától pedig a gyermekeknek tartanak húsvéti alkotó foglalkozást a Művelődési Központ aulájában. Április 11-én kedden 14 óra és 16 óra 30 perc között kihelyezett véradás lesz a Patakparti óvodában. Április 12-én és 19-én 10-től 14 óráig intézeti véradásra várják a véradókat az Ajkai Kórház fertőző osztálya melletti vérvételi helyiségben. Az idén első alkalommal szervezi meg az Óvárosi Húsvét elnevezésű rendezvény Dornár László önkormányzati képviselő. A Frankelleo utcai parkban április 12-én szerdán délután 4 órától a Padrakúti Színjátszó Társulat húsvéti hagyományokhoz kapcsolódó előadását tekinthetik meg az érdeklődők. A szervező a parkba festett nyulakat, tojásokat helyez ki, amelyek az ünnepek alatt végig láthatóak lesznek. Az ünnepváró délutánon a jelenlévők kipróbálhatják a tojásfestést, a megfestett tojásokat hazavihetik. A résztvevőket hagyományos húsvéti süteményekkel vendégelik meg. A gyerekeket kézműves foglalkozás, arcfestés és lufi bohóc várja. Április 13-án csütörtökön 17 órakor húsvéti kézműves foglalkozás lesz az Ajkarendeki Művelődési Házban, az Ajkarendekért Egyesület szervezésében. Április 14-én pénteken 20 órakor nagypénteki éjszakai zarándoklat túra indul a szokásos útvonalon az Ajkarendeki Művelődési Háztól. Kedves nézőink, kérem, tekintsék meg időjárás jelentésünket. Kedden északnyugat felől erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is lehet számítani. Eleinte szorványosan fordulhat elő csapadék, később egyre több felé lehet készülni záporra, zivatarra. Megerősödik az északnyugati szél, 12-19 fokra melegszik a levegő. Szerdán változóan felhős, alapvetően napos időre van kilátás. Napközben megnövekszik, illetve megvastagszik a fátyol felhőzet, több órás szűrt napsütésre lehet készülni, csapadék nem alakul ki. A délnyugati szél mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Mai híradónk végére értünk, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, műsorainkat az interneten is megtekinthetik, és YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik. Legközelebb friss hírekkel szerda este 7 órakor jelentkezünk, mai adásunk ismétlését kedden reggel 9 órától láthatják ugyanezen a csatornán. Folytatjuk az Ajkai Tükör műsorát, kérem maradjanak velünk!